Már Szentlőrincre is megérkezett a rendőrkávéház. A helyi aktuális téma az iskolai bántalmazás és a lakásotthonokban élő gyerekek, fiatalok szökése. Családsegítő szociális intézmények képviseletében érkeztek résztvevők a tréningre a szigetvári rendőrkapitányság munkatársainak közreműködésével. A gyerekek ellátása az kiemelt feladatunk. Hát többször találkozunk olyan esetekkel, ahol hát olyan típusú bántalmazás történik, általában verbális, ami már a bántalmazás kategóriájába esik. A gyerekek egymást, hogy úgy mondjam, kiforgatják, illetve az iskolán belül, közösségen, baráti körökön belül, és hogy ehhez kapjunk tájékoztatást. A múlt hónapban Pécsen gyakorolták a közösségi alkotótechnika módszerét a rendészeti szervezetek, a szociális szakemberek, a közterületet fenntartó képviselői a Polisz Café elnevezésű rendezvényen. A mostani szentlőrinci tréninget Tóth József pszichológus tartotta, akinek most a tréner szerep jutott. Itt most a helyi sajátosságokra kihegyezve nagy segítség ez a civil összefogásban, a különböző hivatalos szervek összefogásában, és nagy segítség ez a rendőrségnek is, hiszen új ötletek merülnek föl, új megoldási módok kerülnek kidolgozásra. Harmadik éve zajlik ez a program, amely még 2014-ben a World Café módszertanaként a rendőrségre adaptált speciális biztonsági tematika változata. A Polisz Café 10 részes sorozata Baranya megye 10 járásában jelenik meg, és ad segítséget a helyi problémákra a szakembereknek kávéházi körülmények között. A programot a Baranya megyei bűnmegelőzési tanács támogatja. A szentlőrinci rendezvénynek a polgármesteri hivatal adott otthont.